Sziasztok! Hogy tetszett az intro? Ez a Motion VFX-nek az MTuber 3-as pluginjéből van, ami tegnap előtt jelent meg, és szerintem, hogyha szeretnénk ilyen minőségű különböző effekteket a vlogjainkba, akkor ez az egyik legjobb megoldás. Volt már nyilván egy 1-es és egy 2-es szériája, de most megjelent ez a verzió, a 3-as, ami szeptember 13-ig 99 dollár helyett 79 dollárba kerül. Mondhatnánk azt is, hogy ez sok pénz, meg találhatunk ingyenes megoldásokat is, de nem minden arról szól, hogy a lehető legjobb minőségben és a legegyszerűbben készítsünk el dolgokat. Legalábbis én igyekszem így hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, és hogyha már követsz egy ideje, vagy itt vagy ezen a videón, akkor talán osztod ezt a véleményemet. Úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy miket tud ez a plugin, és ebbe a pár napba bevezető áron akár te is megveheted ezt. Link a leírásban van. Folyamatosan fognak jönni a videóba ilyen mindenféle megjelölések, bezúmolások, kiírások, hát imádnám, hogyha már ennyi feliratkozom lenne, úgyhogy ha még nem vagy feliratkozva, akkor mindenféleképpen tedd meg, és a csengőt is nyomd meg. Az egyik kedvenc részem az a chapter bars, ami igazából megmutatja, hogy a videó milyen részekből fog állni. Én már nagyon régóta használom ezt a videóimnál, hogy a leírásba mindig timecode-dal berakom, hogy éppen mi jön. Ezt most láthatjátok itt is, hogy az egyes részek hogy épülnek fel. Ez egy annyira jó vizuális segítség, és gondolkoztam is, hogy ezt hogy csinálja meg. Hát most már nem kell megcsinálnom, mert két kattintással itt a pluginnal elérhető. Most jöjjön az egyik intro típusa a Motion VFX MTuber 3-as pluginjának. Hogy tetszik ez az intro? Még fog jönni pár intro, nyilván egy sima videóba egy intro szokott lenni, de most szeretném nektek megmutatni, hogy milyen király kiírások és verziók vannak. Nézzük végig azt, hogy a pluginnek milyen szekciói vannak. Ehhez be fogok rakni különböző háttereket, ugyanis ez az egyik funkciója a pluginnek, és különböző feliratokat is felrakhatunk, úgyhogy ezeket egymásra pakolva fogom használni, és akkor vegyük körbe, hogy milyen szekciókról beszélünk. Az első, ahogy mondtam, a hátterek, a következő a call to action-ök, tehát a feliratkozásra buzdító ikonok, a harmadik, amit a videó elején láthattatok, chapter bárok, azután pedig következik olyan, amit majd még meg fog nektek mutatni, hogy a sarkokba be lehet rakni különböző kis ilyen picture-in-picture videós formátumokat. Vannak az intrók, különböző social media ikonok, kiírások, ezek vannak kétdimenziós és háromdimenziós formában. Aztán vannak eszközök, az, hogy mondjuk rávilágítunk valamire, vagy kijelölünk valamit, odaírunk, split screen-t lehet csinálni, esetleg megcsinálhatjuk azt, hogy a mi beszédünkre rárakunk egy extra képernyőt, különböző specifikációkat mutathatunk be, és az utolsó amúgy a tipográfia. Kezdjük a call to action-ökkel, és most szét fogom spamelni a képernyőt, mondhatom azt, hogy iratkozzatok fel, vagy azt is, hogy lájkoljátok ezt a videót, esetleg kommenteljetek, és akkor kiírok ide alulra valamiket, vagy ezeket egyszerre is kérhetem tőletek, hogy iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót. A következő szekció az úgynevezett corner screens, tehát hogyha a sarokba el szeretnénk helyezni valamilyen videót, egy másik anyagot, amit miközben beszélünk vagy nézünk valamit, ez ugye fordítva szokott lenni, úgyhogy most meg is fordítom magamat, berakok ide valamilyen videót, és közben engem láthattok ugyanúgy, ahogy beszélek itt a sarokba. Kommentbe írd le, hogy tetszik, és hogyha már mondtam, hogy komment, akkor itt van megint a call to action rész. Social media ikonokat is lehet használni, ahogy mondtam, kettő és háromdimenziós verziókban is. Ezek a tipikus YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch. Kihagytam valamit? Persze a Snapchat, a Patreon és még Vimeo ikonokat is használhatunk, ezeket most láthattátok is itt. És most berakok még egy intrót, hogy megnézzük, milyenek vannak. A következő szekciót
toolsnak, azaz eszközöknek nevezik, például, hogyha valamilyen specifikációt leszeretnénk írni, mint például most ide kiteszem azt, hogy ez Final Cut Pro-hoz való plugin, ami azt jelenti, hogy Apple gépeken tudjuk használni, mind a régi Intel-es, illetve az M1-es verzióban is használhatók, amúgy szuper gyorsak, nagyon könnyű használni, de rámutathatunk valamire, például itt mögöttem van a könyvem a Vál Valóra címmel, amit tavaly a HVG adott ki, hogyha még nem tudsz erről a könyvről, akkor egyrésztről link a like gomb alatt a leírásban meg tudod venni, viszont tavaly csináltam erről egy napi vlog sorozatot, amiben minden egyes fejezetről van egy rész, ha gondolod, nézd meg, és nem csak így kiírást tudtam ide tenni, hanem akár be tudom keretezni, hogy meg tud nézni, és hogy még inkább erre tudjalak motiválni, rá tudok zoomolni magamra a screenen utólag, amit nem kell egyesével állítgatni a Final Cut-ban, hanem csak azt mondom, hogy vedd meg a könyvet. Már eddig is a videó alatt láthattátok, hogy különböző kiírásokat felraktam. Ez az utolsó, a tipográfia szekció. Attól függ, hogy éppen miről van szó, lehet, hogy valakivel egy interjút csinálunk, vagy egy helyszínen vagyunk, akkor különböző kiírásokat, ahogy most is láthatjátok, tudunk alkalmazni. Ez segíti azt, hogy a videó nézése mellett még egy extra figyelemmel ide kössük a nézőt, remélem, hogy én is titeket ide tudlak kötni, és olyan extra információkat el tudjunk mondani, mert lehet, hogy egy szóban nem szeretnék, vagy akár elfelejtettünk. Hát igen, ebben a vlog stílusban elég sokszor van az, hogy valamit elfelejt mondani az ember. Nos, ez a Motion VFX-nek az MTuber 3 pluginja, pont annyi van benne, amire szükségünk van ahhoz, hogy nagyon király videókat tudjunk alkotni, és ennek a következő szintjére emelve, ami az alaptartalmunk, olyan stílusú, dizájnú kiegészítők legyenek hozzá, amit egy pillanat alatt be tudunk rakni, és nem kell vele foglalkoznunk, mégis a nézőnek nagyon jó. Megcsináltam az egyik intrót, ez lesz az utolsó, amit megmutatok egy ilyen elköszönésnek, mert az intrót amúgy outrónak is lehet használni, nézzük meg ezt, és utána még kettő gondolatom van. Hogy tetszett ez a verzió? A kettő gondolatom, hogy aminek még nagyon örülnék, hogyha benne lenne a pluginba, ezek az endscreenek, vagy pedig a cardokra felhívás, hogy úgy megjelenjen valami, de nyilván például a social media ikonos felhívásokat annyira testre tudjuk szabni, hogy akár használhatjuk ilyen ikon felhívásra is, viszont ahhoz, hogy valamilyen endscreen-t csináljunk, ahogy majd most is már láthatod a videó végén, mert nagyjából elérünk az utolsó 20 másodperchez, amikor a YouTube engedi, hogy kirakjunk. Jó lenne, ha mondjuk ilyen keretek, vagy valamilyen design erre is használható lenne, és be fogom fejezni a beszédet, mert még meg szeretnék mutatni más típusú háttereket is nektek, és amúgy így is lehet használni egy endscreen-t. Ha most találkoztunk először, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, nézd meg azokat a videókat, amiket most az endscreen-en kiraktam, és ahogy mondtam, ha nem vagy feliratkozva, akkor mindenképpen tedd meg csengővel is. Ez egy gyors videó volt, remélem tetszett, szia, sziasztok!